Krisztus születik, dicsőítsétek! Krisztusban, kedves ünneplő testvérek, mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök karácsony ünnepén. Hallgassuk most meg Lukács evangéliumának tolmácsolásában Krisztus születésének ünnepét. Pásztorok tanyáztak a vidéken, kinn a szabad ég alatt, és ének idején őrizték nyájukat. Egyszer csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek, de az angyal megnyugtatta őket, ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul nektek, és majd az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok Krisztus az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel, találtok a jászolba fektetett, bepújált gyermeket. Egyszerűen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk, ami történt, amit az Úr tudtunkra adott. Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő gyermeket. Azután, hogy látták őket, azt is elbeszélték, amit nekik a gyermek felől mondtak. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Krisztusban, kedves ünneplő testvérek! Azt gondolom, hogy ezen a mai napon nagy örömmel és nagy szeretettel állhatunk egymás színe előtt, és azelőtt az örömhír előtt, ami tulajdonképpen az imént felolvasott evangéliumi szakaszban is megtalálható. Ennek az evangéliumi szakasznak a tételmondata, a felhívása, ne féljetek, nagy örömet mondok ma nektek. De kinek is szól ez az örömhír, és ki adja ezt az örömhírt? Ha megvizsgáljuk az evangéliumi szakaszt, nyilvánvalóvá válik. Az Úr angyala, az Úr közvetítője az, aki nyilvánvalóan hozza az örömhírt. Ő az, aki az Isten jelenlétében áll, ő az, aki megbizonyosodott arról, hogy az Isten szereti az embert. Ő az, aki tudja, hogy az üdvösség történetnek ez a nagyon hangsúlyos mondata, hogy ne féljetek, örömet hozok biztos. Korunk emberének talán pont ez hiányzik, hogy ne féljen, és biztos legyen abban az üzenetben, amit az Isten karácsonykor az ő születésével közvetíteni akar. Kiknek szól, és kik azok, akik meghallják ezt az örömhírt? Hát például a pásztorok. Ha megvizsgáljuk ezt az evangéliumi szakaszt, akkor láthatjuk azt, hogy egyszerű emberekről beszélünk, akiknek nyitott a tenyere, akiknek a szívében ott van a várakozás, és akiknek a várakozásában ott van az Istenre való várás is. Láthatjuk, hogy egyszerű emberek, akik a társadalom perifériájára szorultak, akik nem akarnak nagy dolgokat beteljesíteni a világban, csak boldogok akarnak lenni. Eljut hozzájuk az örömhír? Hát ez a feltétel az evangéliumi szakaszban nyilvánvalóvá válik. Ha fölismerik a jelet, ha meglátják az üdvözítőt, a gyermekben meglátják az Isten fiát, akkor bizonyára a szívük és lelkük és egész életük a boldogság keresésben mutatkozik meg. Kedves testvérek, így köszöntjük egymást, Krisztus születik, dicsőítsétek. A jelenben történik ez az üdvözlés, a jelenben történik ennek az örömnek a meghatározása, nem a múltban, nem a jövőben, hanem a jelenben most születik Krisztus. Hogy mi a feladata a karácsonynak? Talán pont az, hogy a jelenben megéljük mindazt, amit az Isten nekünk ad. Azt az örömet, amit a pásztorok átéltek, amit a napkeleti bölcsek kerestek és kutattak és végül megtaláltak, és amit korunk embere is keres, a jelent. Azt kívánom mindenkinek, tiszta szívvel és örömmel, saját magam és egyházközségem nevében, hogy próbáljuk megélni ezt a jelent a saját életünkben. Ennek a jelennek van egy olyan meghatározó eleme, ami által bennünk, és általunk a világban jelenlévő Isten itt lehet köztünk. Ezt kívánom mindenkinek, Krisztus születik, dicsőítsétek!